The UC thought you were the one. Hey, where's your fancy ride? I'm glad you're here, Sugar Plum. You brought me luck last time. How's your car running? Faster than anything here. Hey, where's your punk money now? What happened is he's all show and no go. You're mine now. That ride's hot. I play Mia, who is a badass street racer. Way to go. You're in. Get in. Oh, man. Did you pick the wrong street to run on? I want every single unit after the guy. Everyone? Everyone! What about the blacklist? Happen, do you? I gotta go. I'll hook up with you later. Na hát, hogy bírják el, szevasztok srácok, ismét visszatérek egy újabb videóval, ami ez most egy ilyen random videó lesz igazából. Hát most egy kicsit elkezdő Need for Speed-ezni. Kell egy szükség egy kis gyorsaságra, egy kis gyorsulási versenyre, egy mi egymás. Hát, ez egyébként ez a játék, egyébként ez már gyermekkorom kedvence. Már a zene is megült egyébként, már olyan régen játszottam S20-on, hogy most itt az idő az, hogy most hogy még egyszer eljátszam ezt az egész játékot. Remélhetőleg jó lesz egyébként, de tök mindegy, én most belekezdek, de egyébként ez egy random videó, tehát ha akarjátok, hogy legyen még ilyen, akkor végigviszem, de hogyha nem, akkor majd egy másik random videó fog jönni. Majd meglátjuk, hogy a véleményetek mi lesz, és akkor indítsuk egy karriert. Hát igen, ez a játék, ez 2005-ös ráadásul. Lehet, hangos lesz. How's your car running? Paper. Na, hát itt mi a sztori egyébként a Most Wanted-ról. Ott van Razor. Igen. Razor, hogy mit tudja, hogy mondják, de tök minden. First I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Az a nyomban. Hát akkor, let's do this. Szóval elég még a karrier elé fog végigvinni, igazából az lesz még a videó egyébként, tehát elhit igazából, tehát nem viszem ennél a végig. Szóval legalább egy kis bevezetés, igen egyébként, hát ilyen régi játék, ezért nem teljesen 720p-ben 60 fps, hanem igazából egy kis ízelítő egyébként. Régebbi monitoroknál ugye ilyen volt. Ó, csövi. Hát egy kicsit levitte ezt a kocsit. Igen, na most ne kell ráhozzunk a zsadokat. Szép volt. És most jön mi. Néha egyébként egy kicsit jó vezető vagyok, néha egy kicsit szar. A videó minőségét egyébként így most így, hoppá, hát ezt egy kicsit elnéztem. A videó minőségét egy kicsit elnézést kérek, hogyha nem bát, megint nem csináltam meg egyébként a izét. A...
have to end the race fast. Oké. Tehát igen, monitor. Nagy is kell még mondani egyébként azt, hogy ugye hogyha valami probléma egyébként van a videóval, akkor elnézést kérek igazából. Elfelejtettem beállítani egyébként az OBS-t, mint mindig. Van ez így. De semmi gond, nálam a játék tökéletesen fut. Apró lagok azért, hogy mennyi van ebben a játékban, még akkor is, hogyha jó a grafika, meg jó a videókártya. De nekem ez nem izgat. A lényeg az, hogy jól fusson el. Oh yeah. Igen, ez még csak a bevezető része egyébként. Még ugye ezzel a kocsival vagyok, és akkor utána alkotnunk kell egy újabb verdát. Itt mi egymás az én is. Egyébként ez így fogsz. Egyébként minden Need for Speednél így van az, hogy ezt újabb kocsit kell hozni. Így van Need for Speed Heatnél. Oh man, did you pick the wrong street to run on? Hát lássuk. Ez a BMW is elősz. BMW N3. Na hát akkor let's do this. Pff, 200 méter, az igen. Egyből 200 méter előny. Igen, egyébként én régen egyébként a izét használom. Sebességtörőt. Mások ugye nem használják ezt a sebességtörőt, mert hát... mert szar, meg itt tudom én. De igazából én jóval vagyok, mert driftelésként így kurva jó. Még akkor is, hogyha vagy a kézifélet használod, vagy pedig a sebességtörőt. Igazából nem függ. Most mondhatjátok azt, hogy nem használom a nitrót. Mert minek? Mert ez amúgy is, ez egy olyan játék, tehát hiába mész annyira előre, akkor is utolér az AI. Bármilyen mész. Tehát most 400 méter, de, ez, de most látom a térképre, hogy már közelít. Tehát még hogyha nitrót is nyomok meg anélkül, akkor is tud jönni. Na itt ott a lift. Hát, jó Tokio, nem csinálok éppen. Inkább a C1-esélyt tartogatom a nitrót. 10.000 zsákmány. Nice. Legalább a tutorialt megcsinálom igazából. Hát ezért tutorial erős rész, hogy jól tudom igazából, mert ezzel a Verdával vagyok, ami kurva erős. Utána meg ugye jön a Vada. Jön majd a lényeg. Itt van a kutatói fiúk. Itt az első srác. Number one. Blacklisten. Fekete listen. Bolt on or not, that ride is hot. Hát igen, még mindig vannak olyan egyébként youtuberek, akik még mindig ezzel játszanak egyébként. Tehát el sem lehet mondani azt, hogy ez mennyi teljes mértékben jó még mindig ez a játék. Egyes nincs aggodalom izé az, hogy a kocsid összetörik, mint a Need for Speed hintnél, amit én nem igazán szeretek. Tehát értétek, hogy a például most az a baj, most magyarázottak így, mert nem tudom elmagyarázni. Jó, azt szerintem inkább skipelj, mert így nem fogok a végére jutni. Hát teljesen mindig. Let's do this. Á, nem volt perfekt. Noise és start. Ja, mert mondjuk nem full HD-ra adtam egyébként a izét. Na most jön a lényeg. A rendőrök? Na most nem vezettem bele a falba, mert ugye verseny van. De igazából én ezt szoktam csinálni mindig. Nem baj, ha megelőz engem. Na itt van a gyerek. Ez most agresszív volt, de hát ez most egy utcai verseny. Bármit csinálsz, nincsen szabály. Én most megyek a külső hívre. Külső hívre jobb a kidősítás.
Ez nem volt jó ötlet. Hát mondjuk igen, tehát nekem megvan egyébként eredeti CD-n is egyébként ez a játék. Hát orányozni már nem hiszem, hogy senki nem fog. Hú, azt most elmértem. Na. A sebességtörés a Nitro egyszerre. Hú. Hát igen. Én kicsit így ez szokatlan még ugye igazából. Azért nem sikerült kombó. Lehet, hogy nem az erre kellett volna rányomnom. Lehet, hogy nem kell egyszer-kettőt nyomnom. Lehet, hogy a másik billentyű kombóra rá kell maradnom. Hát így most így, így. Ja, meg volt a cél. Nice. Jó, nem kell. Itt a másik, ez a már harmadik, és az utolsó is jön. Well, look what the underground let loose. Let's see how good you do in the daylight. Ez az. Ez a BMW, ez mindent. De majd, ha majd, ha majd eljutunk ahhoz a részhez, hogyha ebből lesz egy folytatás, hogy nem a BMW-vel kell menni. Na igen. Igen, ez a gond egyébként, hogyha nem használsz izét, sebességtörőt, vagy a kézi, mondjuk a kézifékhez nekem nem annyira tetszetős, mert ha nyomod a kéziféket, akkor oké, hogy driftelsz, de veszítesz is erőt. Bár mondjuk ez így megesik, hogyha driftelsz, meg hogyha sebességtörőt használsz, ez mind ugyanaz. Úgy, hogy elveszheted. Sima. Ahogy nem nyerjük meg, nem nyerjük meg. Hú, a nap a szememben, Jézusom. Hát itt tök mindegy, merre mész. De szerintem ő is ezt az utat választotta. Kösz. Köszi a boostot. Jaj! Ops, megint összeszedettem ki. És nyilván ki mások jöttek meg. Jaj, de hülye. Nem, ők így is el tudtam volna fordulni. Na mindegy. Hello! Na, itt kell használni. Ó, tökéletes. Na, ezért jó a sebességtörő néha. Be tud venni olyan pontosan. Jó, tökéletes. Balra. Már kicsit lemaradt arra az a gyerek. De látjátok, hogy mennyien jön? Még akkor is, hogy a buszot... Ó, mi történt? Itt felment egy kicsit a méterszám. De tök mindegy. Így is 270 km/h-ban megyek. Hát igen, itt elment a járgány. És most jön a járgány választás. Ó, még ezt a... Én ezt a negyedik kocsia, én nem emlékszem, hogy ez volt aktiválva, én erre nem emlékszem. Csak három kocsi volt még a hitten aktiválva, lehet, hogy ez az új frissítése már. Wilson-i.
Én ennek a hallom. Ja, vagy amelyezi, mert 35 ezer. Jó, hogy már vágom. Azért nem. Igen. Tehát így már igen vágom. Tehát ez is aktivál, ez is már lakóva volt a golf. Igen. Ezt kell megvenni mindenképp. A top speed miatt. Jó, ez nem kell nekem ez a tutorial rész. És most így ezzel a járgánnyal vagyunk. Menjünk haza, és akkor ez lesz a videónak a vége. Hát, sok mindent kell még itt alkotni egyébként. Szépen hazamegyünk. Még a Need for Speed Car-ban is, mondjuk a Need for Speed Car-ban egyébként jobb volt. Én még azt tekintettem még a legjobbnak, csak az a baj, hogy már kivették, hogy már kivették a magyaros verzióját, és sajna, hát nem lehet már vele játszani. Szóval, ja, tehát Need for Speed Car-ban az, ami sajna ki lett véve magyar verziója, de egyébként angol verzióban még lehet játszani, csak az a baj, hogy angolos verzióban, hogyha másolnod töltöd le, akkor nem menti el. Szóval nekem itt a nagy gondom, hogy most hogyan videózzak arra, az a izével, a kárbonos izé részsel, hogyha nem menti el. Szóval itt a nagy gubanc. Plusz még van olyan is. Most először mentek. Mondom, mentek. Még az is gondolom az, hogy a Need for Speed Underground, amit még gyermekkoromban is játszottam, az is gyermekkorom kedvence volt. Hát az is. Annak is az a baja az, hogy ott meg hirtelenül lefagy. Ott meg nem tudom mi által. Tehát, szóval, ja, tehát értetek, tehát hirtelenül játszom. Lemegy a verseny. Oké, rendben. Utána a második verseny is lemegy. A harmadik verseny viszont meg már lemegy. Elmegyek azt, hogy vége, következő, vagy mit tudom én, és akkor kész. Bezárja önmagát. Szóval én nem értem igazából. Már megpróbáltam mindent, Windows 7-re, mit tudom én, de igazából a Windows 7 úgy mondta, hogy kompatibilitás során sehogy nem megy. Szóval valahogy meg kell vagy oldani, de szerintem nem tudom így megoldani. Valahogy, hogyha a kommentben szerszőben megmondjátok, hogy mi a gond, akkor szívesen olvasom el, és akkor megoldom a problémát. És akkor lehet, hogy abban is lesz videó. Nem majd kiderül. Na szóval, srácok, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, csiratkozzatok fel, úgyhogy ennyi a videó. És akkor jövök a következő random videóval, amit ugye eldöntöttem már a Discordban, hogy az 14 napos lesz. Most ez az első videó, és majd azon következik majd a 14 nap. Tehát több a 14 napig ilyen random videó lesz, hát ha előfordul random videó, de 14 napig fog tartani, és akkor utána jön majd valami más. Lehet, hogy visszatérek már megint a Forma 1-re, és akkor utána nyomadhatjuk megint amit most éppen gyakorolok, a 19-es. A 19-es, F19 lesz majd 14 nap múlva. Remélhetőleg. Na, szevasztok!